Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ha hétfő, akkor Erdélyi Kávéház. Itt az új évben, tél van, hideg van, az ember még a kutyát se engedi ki szívesen a házból. Ennek ellenére vannak jó értelembe vett őrültek, akik ilyenkor is nyomják a biciklit. Mai vendégünk ilyen. Nézzük meg, ki ő. György Levente kerékpáros. 1971-ben született Marosvásárhelyen. Tanulmányait szülővárosában végezte. Kerékpárosi karrierjét 1987-ben a marosvásárhelyi elektromúrás sportolójaként kezdte. 1988 és 1994 között a román válogatott tagja, négyszeres országos bajnok. A mai napig aktívan kerékpározik, nemzetközi versenyek, Európa és világbajnokságok kiemelt sportolója. 2015-ben a világ egyik legnehezebb terepén, a Salzkammergutti Mountain Bike Maratonon kategóriájában a negyedik helyet szerezte meg. György Levente, szia! Szia, Tilom! Ha valaki délelőtt ebben az órában, januárban, nyárát szered, a fele megy, lát egy őrültet biciklin, de nyomja és nyomja, az te vagy, ugye? Elképzelhető. Nincs soha pihenés? De van. Utána. Úgy számolod, hogy egy évben körülbelül hány kilométert biciklizel? Hát most már kevesebbet, mikor fiatal voltam, többet, mert több időm volt rá. Most úgy évente van, szerintem van 15 ezer összejön. 10-15 ezer kilométer évente? Szerintem az autóból is. De a rekord az, mikor csak azt csináltam, az 23 volt. Egy évben 23 ezer kilométer. Igen. Véletlenül tudod, hogy hány defekted volt abban az évben? Nem. Jó, oké. Nem tudom. Volt? Volt. Tehát ha bejöttem, valami probléma van, akkor megállsz és megjavítod. Természetesen. Vagy hazajövök felni, hogyha nagyon hideg van. Na jó, akkor kezdjük előről. György Levente, mikor kezdtél el biciklizni? Hát közel jövőben lesz egyszer 30 éve, hogy igazolt kerékpáros versenyző vagyok. Uh-huh. Az úgy kezdődött, hogy egy olyan körülbelül hónapig mentem az elektromúrás szakosztályba ahhoz, hogy még számba vegyenek, hogy ott ülök egy egész program alatt. Aztán utána egy hónap után hozzám szóltak, hogy na ez tényleg lehet akar valamit, úgy látszik, hogy ez a hónap óta pszichológiai átmenet. Ez még a Ceausescu szomorú rendszerében volt. Természetesen. Igen. És akkor az elektromarosnak volt egy bicikli szakosztálya? Volt, igen. De miért azt választottad? Hát mindenki... az volt a Muresú szakosztály, az már megszűnt, és egyesült a kettő. Jó, de abban a korban mindenki gólt akart rúgni. Ja, értem. Mindenki focizni akart, és gólt akart rúgni. Tényleg? Te az a kisebbség voltál? Nem. Tehát elég szenvedés volt, mert téli alapozásként fotballoztunk. Az nekem nagyon jött be. Tavasz elég jó volt, de... Nem fekszik. Na, akkor megyünk még mélyebbre. Mikor tanultál meg biciklizni, hány éves korodban? Hú, későn. Későn? Ez szinte hihetetlen. Ilyen hatodik osztályos koromban tanultam meg két kerekű biciklire menni. Szerintem a lakónegyedben én voltam utolsók között, szinte szégyeltem ezt. De mi, féltél? Hát nem, tehát úgy nem volt kerékpárom, annak idején kevésnek gyereknek volt kerékpárja, aztán mindig kértük kölcsön, akinek volt. Jó, de akkor az öregnek elvettük a tohányját, a kárpáciát, vagy az ukrajnáját? Hát az úgy volt, hogy a nagyanyámék Gyergyó mellett laktak, csak ott a hátul a kertben, a mezei úton egy ilyen női tohán jellegű biciklivel, azzal tanultam meg, igen biciklizt, aztán amikor visszajöttem, a vakációban teljesen ment, működött. Hetedik osztályban megkaptam az első kerékpáromat a szüleimtől. Hát egy olyan orosz kemping Pegász jellegű bicikli, de jó kemény vas volt. És akkor attól a pillanattól megtetszett. És az első szemikurszád mikor jött be? Hát nem volt az, azt már szakosztálytól kaptam. De az már nem szemi volt, hanem de azért... De egy román szemikurszád, ott még a váltó se volt rajta, persze, az úgy kezdi mindenki akkor. Csak most van, hogyha ilyen extra kerékpárokat adnak a kezdő bicikliseknek, akkor ki kellett érdemelni az utolsó kerékig mindent. Nem tudom, én is úgy voltam vele, hogy nagyon későre kaptam meg az első. Nem kaptam meg, én dolgoztam meg érte egyetemista koromban, nagyon sok pénzért vettem egy zöld Sputnikot, azt az orosz sebességváltós biciklit. Felültem rá Marosvásárhelyen, és Nagyváradig elbicikliztem. Na, azért. Két nap alatt, és azt hittem, hogy én vagyok a világ csúcsnál. Pontosan, gondoltam már legközelebb Tour de France. Nagyon-nagyon nehéz volt. Na, nálad ez hogy alakult ki? Hát a biciklinek is rengeteg ága van. Persze. Országúti, terepbiciklizés, abból is több akkor, fajta. Igen, akkor jában csak országúti biciklizés volt. Tehát azt csináltam, azt is szerettem, nagyon
mai napig is szerettek országúton biciklizni. Ahol csinálod meg az állóképességet, az a legjobb edzés, mint kerékpározás. Az naponta nálad mennyi egy edzés? Naponta nem tudok edzeni, mert nincs időm az annyi rá, de egy edzés olyan két óra, olyan 60 kilométer körül van aszfalton. Terepen viszont ugyanúgy két óra, ami kilométerben nem tudom most mennyi. Ilyen 20-as átlaga, ilyen 35-40 kilométerig, attól függ milyen a terep, milyenek az viszonyok. Na menjünk vissza egy picit, tehát akkor elmentél elektromároshoz, edzettél, volt edzőtök? Volt edzőnk akkor persze, kettő is. A halandó ilyenkor azt hiszi, hogy mit kell itt edzeni, tekerjed, és aztán hát igen, de azért nem épp úgy van, hogy csak tekerni, tehát azt is észre kell csinálni, hogy most velük tekerek. Hát voltunk többen a szakosztálynál, voltak tapasztalattal rendelkező kerékpárosok, már régen azoktól lehetett tanulni. Mit lehet tanulni egy ilyen, azon kívül, hogy hát a hajtástílust, a pozíciót, hogy ülsz az üli a biciklin, hogy osztod be az energiádat, váltod, hogy milyen féleképpen használod fokozatokat. De akkor is ilyen cipők voltak, amik bele voltak ragadva hát a pedálra? Hát hasonló, csak ilyen klipszes, ilyen szívúval rá kellett húzni a pedálra, mert volt ilyen kosár klipszi. És ti mikor mondjuk tekertek? Most igen. Ilyen halandók nézik a műsort, igen, és igen. Látják, hogy olyan furcsa cipőben jártok. Ti felfele is húztok, vagy igen, csak tapostok? Igen, tehát azt forgatni kell a pedált, fúzni is kell, lökni is ugyanúgy. Tehát minél jobban pörgeti a pedált az ember, annál kevesebb energiát veszít, és annál későbbre dagad el az izomzat, a pulzus későbbre ugrik fel, meg jobb. Volt olyan verseny, amit nem tudtál befejezni, mert feldagadt a lábad idő előtt? Volt olyan verseny, persze. Tehát mindenkinek megtörtént. Volt olyan, inkább rossz napon volt, vagy ilyesmi, de nagyon kevés versenyt adtam fel. Tehát így, vagy technikailag kellett feladjam, de úgy, hogy így nem bírtam, talán még tényleg a 80-as években, még junior voltam akkor kezdőként. Igen, nagy volt a mérce, a versenytáv, a tempó volt nagy, tehát még nem voltam arra felkészülve, egy kezdőként akkor. Miket adtak akkor egy ilyen verseny győzelemkor? Hát nem vitték túlzásba a díjazást, most igen. De és nem most látom, hogy minden boltban már lehet kapni ilyen energia rudat, olyan energia zselét, ilyen izotómiás vizet. Akkor vittünk mazsolát, rahátot, ezt lehetett vinni, szendvicset. Tehát cukrot most nyomtátok? Most meg minden van, tehát különbek, igen. De 30 év alatt soha nem érezted azt, hogy ezt most abba kéne kicsit hagyni, mert most már... Nem, ez az a helyzet, hogy ez már egy szenvedély. Tehát nincs meg a szenvedély, akkor az hozza magával az ambíciót, azt hozza a kitartást, tehát minden onnan indul. Ez olyan, mint a szakács szakma, tehát hiába van meg a legjobb kellék hozzá, a legprofibb kések, hogyha nincs szenvedély hozzá, abból nem lesz jó szakács, csak szakács. Hát jó, de sokan kiégnek azért, nem. Az ember nézi. De mindig van egy újabb kihívás, egy újabb... Volt periódus ebben a 30 évben, úgy alakult, hogy nem volt időm tényleg kerékpározni, kiesett vagy két év, meg megszűnt a munkahely, meg... Volt munkahely? Hát igen, annak idején úgy volt, hogy alkalmazottunk az elektromarosnál, kaptuk a fizetést, és akkor csak sportoltunk. Ja, ezért biciklisztettek, igen. Igen. Akkor ez mikor megszűnt, akkor kellett nézni valami megélhetés után, mert ez szép, jó, de most mi lesz? És akkor bicikliszerelésből nem lehetett még megélni? Hát akkor még nem voltam bicikliszerelés, nem volt nekem. Lehetett, de nem. Utána most ez nem titok, hogy jelenleg ezzel foglalkozol? Ezzel foglalkozok, igen. A város egyik legprofibb bicikliszerelője vagy. Azért mondom, hogy nagyon profi vagy, mert többször láttalak az üzletedben, a műhelyedben, hogy belép valaki, és ahogy így ránézel, de már tudod, hogy körülbelül százon mennyit teker, akkor ennek milyen pedál kell, akkor ennek milyen csengőt kell, ennek sárhányhoz kell adni. Ez a sok év tapasztalat, igen, ez így kialakul. És mindig olyan jó kedvel fogadod az embereket. Szeretem a szakmámat, szeretem az egész kerékpár sportot, szeretem a maga minden, ami a kerékpárhoz fűződik. Tehát érdekel, mindig újak jelennek meg. Ez olyan, mint bármilyen szakma, számítógép, vagy mit tudom én. Ugorjunk egy picikét vissza. Szeretek a múltról beszélni. Jó, nem úgy a múltról. Tehát mai napig is versenyszerűen szerepelsz. Romániában van ellenfeled? Hát van. Van ellenfelem, nem sok, de a korosztályodban azt hiszem ott nincs.
Hát így most milyen ellenfél? Úgyhogy aki ott tehát egy versenyelmét, hogy megelőzzön valaki terepbiciklizésben? Nem volt az idén arra alkalom. Vagyis master vagyok 5 éve, plusz 40-be, és nem megyek minden versenyre, mert rengeteg versenyt szerveznek, majdnem hetente 2-3-3-at. Amelyik ilyen fontosabb, és van egy kicsit reklámja, meg tradíciója, meg tényleg jól megrendezik, azokra próbálok elmenni. És azokat meg is nyertem az idén. De ebből nem lehet megélni. Nem. Tehát épp, hogy kijön a költség, meg egy nagyon kevés, tehát ez nem. Ez már egy ilyen szórakozás, mondani, egy életmód. Értem. De csak azért furcsa, meg hogy... Motivál az, hogy most még mindig ott vagyok az elitmezőnyben, nézik, hogy ez az öreg még mit keres itt, na, a fiatal lemaradt, az öreg még mindig ott van, még mindig befut az elitbe és az első 10-be bármelyik versenyen. Tehát ez motivál, és szerintem ez adja az ambíciót, hogy mit tudom, én most is a tegnap kimentem egy tekerni. Ugyanígy. Igen. De most tényleg... Úgy odafigyelve. Megadtad neki, ahogy szokták mondani. Megadtam neki. Menjünk vissza egy picikét. Még mielőtt orvoshoz jársz? Persze, természetesen. És nincs semmi szívnagyobbodás, ilyesmi? Nem. Mindig úgy minden évben megcsinálom kétszer a szív EKG-t, meg a szívvizsgát, az fontos. Hát úgy... megcsinálják, és akkor úgy nézik az orvosokkal, vagy az asszisztensnél, mert az orvos általában ismer az asszisztensnél, hogy most mennyi idős vagyok, most mi van, most ez, ilyennel nem találkoztam még már, vagy olyan 20 éve, tehát van, igen, ezeket hallom, ezeket a visszajelzéseket. Na jó, de menjünk akkor, ahol akartam, külföldre is jársz versenyekre. Igen. És méghozzá igen komoly... Az Alzkammergut-i verseny Ausztriában. Az Európában, sőt, mondhatom, hogy világszinten egyik legnehezebb és legnagyobb mountain bike maraton. Ez abban áll, hogy terepverseny, mountain bike-kal. Hány kilométer egy ilyen pálya? 120 kilométer ott a táv, és majdnem 4000 méter szint van. Tehát az egy nem könnyű, tehát 6 órás verseny. Oda kell készülni azért. De most az első kérdés, ami eszébe jut az amatőröknek, hogy pipi kaka közben? Nem, az eszedbe se jut. Tehát 6 órán keresztül nem, olyan nincs, hogy lesz. Ritkán kerül, de hát akkor megállok. De akkor nem igaz, hogy magukra szoktak... De, van olyan, én nem tudok nekem, én olyan típus, hogy nem tud kijönni. De nem azért, mert nem tenném, hát miért ne? Hát most főleg, hogyha általában az akkor áll elő, mikor hideg van, eső, meg sár, akkor már igazán mindegy. De egyszerűen... Hányan indulnak egy ilyen ausztriai verseny? 1500-ra van lekorlátozva, mert annál több férőhely nincs rajthoz. És többen jelentkeznek. Be is telik, már május elején már nincs hely szerintem, és... És gondolom fizetni is kell rendesen van. Egy igen, ilyen... Igen, van benevezés. Igen. De nyerni lehet vele valamint? A benevezés az nem, az egy nem, azt te fizetsz valamennyi igen. pénzt, hogy versenyezhess. Így van. És ha nyersz, akkor vagy ott hát vagy az elitben? Hát azt még nem tudtam benyúlni ott a még díjazásban. Volt a legjobb helyezésem? Tavaly volt a legjobb helyezésem. Ez mennyi volt? A master kategóriában voltam negyedik. Én pici múlott, hogy nem lettem pódiumos, és az Openbe, tehát az 1500-ból 20-dik. De az olyan, hogy úgy 50 kerékpáros profi volt, kihívták, mert ilyen világpontokat szereztek, tehát így kihívták név szerint rajtba. Tehát az egy más kategória, tehát az egy elég szép eredmény. Én szerintem az a legnagyobb eredményem az idén, nem az, hogy most itt a versenyre elmentem, megnyertem. Levente, hogy van az, hogy annyian bicikliznek külföldön? Nagyon népszerű. Rengetege, tehát nem csak a fejlett nyugati országokban, én Csehországban láttam egyszer, decemberben jöttem át autóval, vasárnap délelőtt, annyian nyomták idősek, fiatalok a biciklit. Nálunk miért nincs akkora kultusza a biciklinek? Kezd felmenni, kicsit kezd népszerű lenni. De még nem lehet összerakni egy Csehországgal, vagy Lengyelországgal, akár mondhatom Magyarország is, még ott is több, nagyobb népszerűbb, de Ausztria, tehát nyugati államokkal nem lehet összetenni. Hát voltam egy versenyen, első Lengyelországban 90-ben. Ott akkor tudtam meg, hogy a kerékpársport úgy van, mint nálunk a fotball, hogy ABC divízió. Melyik divízióba mentél? Hát egy A divíziós verseny volt, és én még az első éves, hát akkor úgy mondták, hogy senior.
Tehát azok most közben van még egy kategória mostan az U23, igen, tehát a 18-23 év, akkor az nem volt, akkor 18-tól szenyor, mindenki szenyor volt, igen, abba hagyott. És az egy elég kemény verseny volt. Tehát az elejét őszintén csak akkor láttam, hát még az ebédnél se, csak szerintem a vacsoránál, akik nyerték. Tehát azok már ilyen profi kerékpárosok voltak. Már egy évre profi csapatot szerződtetett le az a versenyző Tour de France-on. Akkor tudtad meg, hogy körülbelül mennyit érsz külföldi listákon. Meg olyan volt kerékpárunk is, olyanok voltak, mikor kiszedtük az autóból, mint hogyha azt hitték, hogy valami múzeum, vagy vicc, vagy most... Tényleg, milyen biciklik voltak, milyen kerékpárok voltak? Jó bicikli voltak? Volt, csak annyi, hogy 90-ben ilyen alumínium. 75, nem, acél, az ilyen 76-os évjáratú, ilyen oldtimerek. Meg ilyen bepattanós, ilyen patentpedál, csak nekünk nem volt. Mi még mindig húztuk a szíjutot, mindenkinek volt. Na, tehát ez az, hogy... Na jó, most már azért utolértük őket, most és már a legjobb nagyon márkák... Sőt, hagytuk szerintem. A legjobb márkák azért most már itt is elérhetőek, igen, persze, igen, árban kétszer-háromszor többe kerül nekünk, ha fizetésekhez mérjük. Igen, igen. Mikor lesz Romániában olyan profi kerékpár sport, mondjuk a te kategóriádban, amikor csapatok lesznek, és valaki fizet is ezeknek az emberek, mert ez egy amatőr sport maradt, igen, és amatőr sport a mai napig is. Hát én szerintem remélem, hogy közel jövőben lesz, de nem tudom. Tehát ehhez nagyon sokan kéne kerékpározzanak, hogy igen, a kerékpár, igen, forgalmazás megéri azt, hogy fenntartson egy ilyen csapatot? Igen, mm, igen. Még az nagyon kevés nálunk. Tehát egyre többet látok, hogy ilyen hobbisok kint vannak, tekernek, de hát csak jó időben az az igazság. Nyári időszakban valahol el kell kezdeni. Igen, igen, igen. Fanatikus kevés van. Tehát most szerintem vásárhely szinten több mint 10 embert nem tudnék sorolni, akik kimegy most. Tehát azok, akik decemberben egy vasárnap iszonyatos ködben valami dolgom volt a nyárád mentén, én teljesen meglepődtem. Nem, ez decemberben volt, de köd volt és hideg volt, és legalább 10 országúti kerékpárossal találkoztam. Jó bolyban mentek, és azt mondtam, hogy van remény. Tehát van remény. Tehát például most vasárnap nem találkoztam senkivel, pedig ugyanúgy köd volt. Lehettem. Na, mit ajánlasz azoknak, akik most az interjú után azt mondják, hogy 40 felett ők is elkezdenének biciklizni? Érdemes még? Vagy nagyon lehet? Érdemes. Aha. Nagyon érdemes. Tehát el kell kezdeni, mindegy milyen szinten, úgy kell kezdeni, hogy jó lessen az egész, mert hogyha túlerőlteti magát, vagy megy egy olyan csoporttal, akkor az lehet elveszi a kedvét, vagy valami, és akkor már megint félreteszi. Tehát el kell kezdeni, ajánlom, nagyon egészséges, és szerintem sose késő. Bárki bármikor elkezdheti ezt, biztos, a dolgot, a lényeg szerintem az, hogy folyamatosan csinálja. Tehát hát majd belőle, megszereti, akkor az úgy majd úgy hozza magával. Az úgy hetente kétszer-háromszor illik kimenni. Igen. Hát ha megszereti, vagy egyszer is jó, de menjen ki, legalább mikor. És ezeken az erdei utakon nem kell félni? Például, hogy kutyával találkozom, mert ez megtörtént. Szedett már le kutya a biciklire? Már nem szedett le, de volt rá alkalom, hogy kővel dobáltam, meg nem is tudom. De ilyenkor van a zsebedben kicsi kő? Vagy nincsen semmi kő, keresem otthon a köveket, meg minden. Szörnyű, tehát az nagyon veszélyes. Igen, tudom, vagy nagyon sejtem. Veszélyes. És sokszor megyek egyedül, tudom, mert felmegyek a Somostetőn, és egész a Bekecsik terepen egyedül. Igen. Uh-huh. Tehát az érdekes, hogy a Bekecsen is vannak kutyák, de azok nagyon barátságosak, soha nem bántottak, pedig rengeteg van. Mennyi idő alatt érsz a Bekecsre? Menet jövet a legjobb időm 3 óra 48 perc volt terepen. 100 kilométer, 98 kilométer. Bocsánat, egy futballmeccs 90 perc, azt is unja az ember. 3 óra 40 perc alatt. Mi megy a fejedben? Gondolkozol? Számolsz? Énekelsz? Verset mondasz? Az igazság, hogy mikor elmegyek így edzeni, mivel nem megyek minden versenyre el, amit rendeznek itt az országban, csak a fontosabbakra, akkor mindig így eltelik egy hónap, másfél szezonban, ameddig jön egy következő verseny. És akkor azt úgy nem úgy van, hogy most pénteken rájön, hogy vasárnap elmegyek az versenyre. Amelyik versenyre elmegyek, azt úgy agyilag úgy be kell tenni, és akkor arra készülsz. És akkor, amikor edzel, akkor arra figyelsz, és arra koncentrálsz, hogy most te arra versenyre elmész, és akkor ott minél jobban teljesítsél, hogyha lehet, nyerd meg. Tehát
Ilyenkor így lebutítod az agyat, hogy nem gondolat? Nem, de így 80%-ban erre gondolsz, erre kapcsolod ki. Csak magad, a versenye koncentrálsz. Igen, hogy mire készülsz. Például ez a 100 kamergut, ez egy pszichikailag is oda kell tenni, mert hát nem könnyű. És be kell osszod az energiádat, be kell osszod, hogy táplálkozás, azért melyek akkor vasárnaponként mindig ilyen 4-5 órát voltam, hogy majdnem 6-ot elmentem, egyszer majdnem parajdik, siklót kő, leereszkedtem vissza, megint szakadát, bekecs. És ilyenkor térkép van előtted, vagy már fejből nincsen, tudod az egészet? Nincsen, tehát így, amikor eltévedek, tévedtél már? Persze, de hát akkor vissza ugyanott, és akkor... Egyszer Ausztriában ugye zacskóba hoztad a válladat. Nem Ausztriában volt, ez Brassóban volt. Brassóban volt egy 2012-ben, igen. Akkor nem gondoltad, hogy ennyi volt? Nem, de hogy hát azt még meg se gondoltam fejem, hogy alig vártam jövök helyre, hogy tudjak megint biciklizni. Tehát felkötött karral is ültél a szimulátoron és tekerszél? Igen, hogy megműtöttek rá egy olyan 10 napra, igen, az udvaron. Csak utána, hogy meg tudtam már fogni a kormányt, kimentem rá egy 2 hétre aszfaltra. És rá 2 hónapra volt országos bajnokság Vármezőn, és azt meg is nyertem. És a családod mit szól? Most már azért... Ugye elfogadják így. De ez a házasság már egy ilyen kritérium volt, hogy figyelj, én biciklizek tovább. Nem, tehát ezt úgy ismertem meg a páromat, hogy már bicikliztem, tehát az volt akkor az állásom, mondhatom. És akkor az úgy folyamatosan így... Igen, folyamatosan így ment tovább. Beszéltél a lányodról, hogy vele is szoktál biciklizni. Igen, igen. Ő lesz, szokott, versenyző lesz? Nem az a felépítés. De szeret volna biciklizni, minden sportot szeret. De te volna, nem? Hogyha... Nem. Amennyiben nem. Hát, ha még mondjuk fiam lenne, akkor esetleg, ha nagyon szeretné, de így nem erőltetném soha. Nem. Hát, egy jó évet kívánok neked. Mi lesz az idén a nagy provokáció 2016-ban? 100 kamergut, Európa bajnokság lesz ott. Remélem, hogy összejön az jobban már. Az motivál, mert hogy voltam negyedik, akkor most van egy olyan pici halvány fény az, hogy remél, hogy azért meg lehet csinálni legalább a harmadik helyet. Volt olyan, aki idősebb volt és megvert? Persze. Jaj. Volt egy 64-es születésű, és adott nekem valami majdnem 8 percet. Spanyol, olasz? Osztrák. Oda a helyben, igen. Tehát ott nem, tehát összesen master, az 1500-ból kb. 700 master volt, és mondhatom, hogy nagyon előjönnek, tehát ez nem a fiataloké az a táv, tehát 30 év alatti is jön, de nem. Ja. Csak a Prima Evadária az, amelyik Bukarestben, azt 5-ször nyertem egymás után, most lenne a 6. alkalom. Hát ott én láttam fotókat, csak... azért ott előrengednek téged, tehát nem... Kihívnak rajta, kiérdemeltem. György Levi nem hátul, ha magyar vagy, hanem... Nem. Utolsó percen így oda megyek és beállok előre, mert egész utolsó percig melegítek, mert borzasztó nagy a tempó, tehát az egy akkora stressz, akkora dilema a rajt, az, hát az igen, első nincs emelkedés, amit semmi, te szeretsz, tiszta sík. Az tiszta sík és sár. Így van. Nagyon nagy verseny. Kelet-Európa legnépesebb maratonja ez. Hány kilométer ez? De a kevés, és a táj és a terep kevés is egy gyenge. Kevés, ez nálad 40-50? 55 kilométer, tehát ezt nem is mondhatom maratonnak, ez inkább tényleg ugye a neve mondja, az első szökés. Az első szökés. Hát persze, ahhoz képest... De nagyon nagy a tempó. Mesélted műsor előtt, hogy Medgyesen 24 óra alatt 500 kilométert bicikliztetek csapatban. Igen. Tehát ahhoz képest ez tényleg semmi. Semmi. Jó, de az egy más stílusú bicikli verseny. De autóval nem lehet 500 kilométert ebben az országban. Igen. Hát ilyen váltó verseny volt az, de érdekes az is. Jó évet kívánunk neked. Köszönöm, hogy itt voltál. És azért figyeljük az eredményeidet. Köszönöm. Kedves nézőink, ennyi fért mára. Ne felejtsék el, tévénézés helyett, mellett, alatt lehet biciklizni is. Próbálják meg, megéri. A viszontlátásra.